Tóth István vagyok, a Nyírség Amatőr Csillagász Egyesületnek a titkára. Egy olyan felkérést kaptam, hogy beszéljek egy eseményről, ami a hírekben szerepel. Superholdnak nevezik ezt az eseményt, aminek meglehetősen túlzó, nagyzó ez az elnevezése, hiszen összesen arról van szó, hogy mivel a hold ellipszis pályán kering, hol közelebb van a Földhöz, hol távolabb. Most teleholdkor éppen közelebb lesz, és ezért, ha valaki nagyon pontosan tudna szöget mérni, akkor azt tapasztalhatná, hogy a szokásosnál nagyon picikével nagyobb. Egy hónap múlva egy nagyon érdekes látnivaló lesz, legalábbis azok számára, akik veszik a fáradtságot, hogy hajnalban felkeljenek. Ugyanis amikor a nap felkel, akkor már pontosan előtte lesz a Vénusz. Egy nagyon ritkán látható eseményről van szó, bár 8 évvel ezelőtt, akik figyelmesek voltak, már láthatták. A legközelebbi azonban több mint 100 év múlva lesz, tehát ha jó idő lesz, lehetőségük lesz rá, és napszűrőt tudnak használni, tehát valami olyat, amivel a szemüket védik, akkor érdemes megnézni. Körülbelül 3-4 hét órakor már vége is lesz a jelenségnek, tehát meglehetősen korán kell kelni hozzá. A mi holdunk nagyságát tekintve azért érdekes a Föld nagyságához képest, mert itt a naprendszeren belül nincs egy másik olyan rendszer, ahol ilyen nagy lenne az anyabolygókhoz képest a hold. Van sok hold, de azok lényegesen kisebbek. Természetesen a hatása is megnyilvánul néhány dologban. Magyarországról az árapály jelenséget nem látjuk, de azért a tengerpartokon ennek nagyon komoly jelentősége van, romboló, építő hatása. Például azokban a nagy tölcsértorkolatokban, amelyekben jelentős szerepe van, akár egészen nagy szintkülönbséget is elérhet a víznek a szintje egy-egy ilyen dagály esetén. Ha a holdnak nem is, de a napnak, természetesen vannak a mi számunkra nagyon fontos hatásai is, minden, ami a Földön van, amely az élettel kapcsolatos, azért az a napból származik, de esetleg a konkrét napon lejátszódó jelenségek is fontosak lehetnek. Az orvos meteorológia számon tartja, hogy a napon milyen jelenségek játszódnak le, hiszen ha valamilyen nagy napkitörés van, az például egy műtétnek az elhalasztását is jelentheti, hiszen olyan károsan befolyásolhatja azt a beteget, aki egy súlyos műtéten esett át.